Az egy hónappal ezelőtti nagy sikerű megnyitó után most már minden érdeklődőt vár a megújult Perczel Kúria Bonyhádon. Perczel Mór szülőháza a város szívében helyezkedik el. A 18. század végén épülő kastély egyszeri átépítése után 2021-re ért el jelenlegi végleges formáját. Az állami forrásból történő rekonstrukció során az épület műemlék jellegének megtartása mellett nagy hangsúlyt fektettek a 21. századi igények kielégítésére is. Minden eszköz és berendezés beszerzésre került. Hát ez a legszebbnek tűnő feladat, mint utólag kiderült, egyben a legnehezebbnek is bizonyult, hiszen úgy felöltöztetni a város történelmének egyik legfontosabb épületét, hogy a hétköznapi mindennapokban is ellássa a feladatát, tehát nem volt könnyű. A több funkciós főépület többek között helyet ad Perczel Mór emlékszobájának, egy 80 férőhelyes rendezvényteremnek, három vendégszobának és egy wellness részlegnek. A kúria mellett, hogy kültéri és beltéri rendezvények helyszínéül szolgál, szálláshelyként is funkcionál. Igényenként az ide látogatókat hét, egyenként két fős szobákba tudjuk elszállásolni. Korhű, de a mai modern elvárásoknak megfelelő színvonalon. Mint az előfoglalásokból már jól látjuk, hogy igen népszerű sporttáborok, illetve privát csoportok számára is. Az egyik tágas és világos szobánkat kimondottan úgy alakítottuk ki, hogy a menyasszonyoknak kiváló készülődési helyszíne lehessen. A kastély parkja jó helyszínt biztosít esküvők, polgári szertartások, illetve egyéb zenés rendezvények előadások lebonyolítására, és ugyanígy szívesen látjuk a párokat esküvőfotózásra, jegyes fotózásra is. A közel 100 férőhelyes rendezvénytermünkben pedig osztálytalálkozókat, konferenciákat és családi eseményeket is lehet szervezni. A kastélyban Kovács Ferenc festőművész állandó életmű kiállítása és a Perczel emlékszoba is megtekinthető nyitvatartási időnkben, mely a keddi napokon 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 13 és 15 óra között várja az érdeklődőket. Ezen felül parkunk nyitvatartási időtől függetlenül látogatható a Madách utca felüli bejáraton. Elérhetőségeinket megtalálják a Facebook oldalunkon és a Bonyhádi Sportcentrum honlapján is.